I'm not the type you can easily define. You know I have moods and faces, different shades, flaws, grace and dirt, huh? Grace and dirt. I don't know how to say it. I'm a cunt, I'm a nun, I'm a virgin, I'm a slut. I'ma be your bitch, I'm extra, way too much. No, I get crazy when I'm afraid, but my demons slowly run away. Don't need your fake love, need to be loved and more in love from myself. Why so complicated? I have fears and I conquer them every day. I don't need your shoulders no more to lean on. I got my own, inside and dirt. Fanninak köszönjük szépen azt, hogy elhozta hozzánk a legújabb klipjét, a szóló karrierjének első klipjét. Így van, igen, ez az első. Azért ez egy nagy döntés. Téged a Follow the Flow vokalistájaként is lehet ismerni. Amikor valaki szóló karrierbe kezd, az mindig egy nagy ugrás. Rég dédelgetted ezt az álmot? Igen, igen. Szóval, hogy én azért is kezdtem el zenélni, vagy zenével foglalkozni, hogy így a gondolataimat és az érzéseimet valamilyen formában át tudjam adni az embereknek, és valamit tudjak nekik adni. Tudom, ez nagyon, nagyon elcsépel, de hogy tényleg így van. Hát ezért érdemes csinálni, nem? Hát valamit, és mit szeretnél egyébként közvetíteni? Tehát, hogyha mondjuk elképzeled a szóló karrieredet, és hogy valahogyan fel fogod építeni, az, hogy mennyire vagy tudatos, erre majd térjünk ki egy kicsit később, akkor témákat ragadsz meg inkább, vagy hangulatokat, vagy mi mentén indulsz el a dalszerzésben? Mindig a az inspirál, ami éppen velem történik, de nem feltétlenül velem, mint individummal, hanem mondjuk, ami körülöttem, vagy a világban történik, vagy amit látok, hogy mondjuk az embereknek problémája, vagy a barátaimnak egy ilyen visszatérő problémája, vagy akár nekem olyan érzések, amikkel így nem tudunk mit kezdeni, vagy nem tudom, például konkrétan ennek a dalnak a kapcsán az a kettőség, ami egyébként szerintem mindenkire jellemző, ez a yin és a yang történet. Amit a klipben is láthatunk, a fehér és a fekete. Igen. A jó és a rossz, mondhatjuk. Igen, itt, igen, de hogy ugye az embernek el kell fogadnia azt, hogy van jó és rossz oldala a személyiségének, és ezt valahogy meg kell próbálni balanszírozni, és nem. Szóval hogy nem kell a rossz, nem is lehet kiírtani, tehát nincs olyan, hogy teljesen jó vagy teljesen rossz ember, hogy ezekkel együtt kell magunkat elfogadni. A saját kis démonainkkal meg kell küzdeni. Nekem valahogy így erről is szólt. Igen, abszolút. Ez a dal. Kikkel szerezted, kivel készítetted? Te írtad a szövegét, te írtad a zenéjét, kik készítették a klipet? Igen, a szövegét én írtam, szóval először ilyen skicceket szoktam, jegyzetelni szoktam szinte folyton, hogyha valami olyan eszembe jut, amiről azt gondolom, hogy ez mondjuk érdemes egy dalra, és a Kis Péterrel csináltuk meg a demót, aki egyébként a Pontiac zenekarnak a gitárosa és dalszerzője, és ezúton is nagyon szeretném neki megköszönni, hogy igazából teret adott nekem a dalban, vagy hogy a gondolataimnak teret adott, és szerintem nagyon, nagyon jó riffeket írt, sőt van egy kifejezett kedvencem, amit egyébként aztán a végleges produkciókba is belerakott a producer, ezt kifejezetten kértem, hogy ez a hogy ez legyen benne, na mindegy, ez csak egy ilyen riff, ami a Peti ötlete volt egyébként, és a végső formáját azt Londonban nyerte el, a The Animal Farm stúdióban, ahol Matt Lepannen producer készítette el a végleges hangfelvételt, hát így együtt csináltuk, szóval az volt a jó, hogy nem az volt, hogy
leült, és akkor majd ő megcsinálja, hanem együtt dolgoztunk. Szóval én mondtam, hogy kb. Mit szeretnék hallani, vagy mit szeretnék érezni, vagy mi az, amit még mondjuk szeretnék bele, nem tudom, még több basszust akarok, vagy bármi ilyesmi, és akkor nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Aha. Hogyha elképzeled azt az albumot, ami majd elkészül, a szóló albumodat, akkor ez a zenei világ, ez a hangzás lesz rá jellemző, vagy te egy olyan előadó vagy, aki egy olyan eklektikus lemezt rak össze, aminek megvan egy kis története, de mindegyik más és külön világ. Most úgy tervezem, hogy amiket felvettem dalokat Londonba, felvettünk, 4 darab dalt vettünk eddig fel, ahhoz még szerintem szeretnék még 1 vagy 2 dalt, és akkor szeretnék kiadni egy LP-t, ami egy része lesz annak, amit egyébként majd aztán nagy lemezként szeretnék csinálni, és azt szeretném, hogy ezek összefüggőek legyenek ezek a dalok, de mégis szeretnék bennük sok mindent megmutatni magamról, vagy arról a fantasztikus személyiségről, aki vagyok, nem viccelek, nem. De hát el kell adni magunkat. El kell, főleg próbálom eladni, tehát ma is kiraktam egy Facebook posztot, olyan borzalmas. Azt még nem láttam, de megnézem. Mindegy, de hát szex. Az a mindent el lehet adni. A tudatosságra megígértem, hogy akkor rákérdezek. De lehet, hogy részben válaszoltál ezzel, hogy mennyire látod magad előtt már felépítve. Azt mondtad, hogy 4 szám kész van, az EP érkezik, akkor ezek a kihívások azok, amik most így az elkövetkezendő időszakban a legfontosabbak neked? Igen, abszolút. Ez, hogy ezeket megvalósítani, és hogy a klippek is aztán olyanok legyenek, amik még hozzáadnak a dalhoz. Szóval nekem az nagyon fontos, hogy a klip az hozzáadjon még valami plusz töltetet, vagy plusz értelmezést. De nem szeretem az ilyen narratív dolgokat, tehát az se, hogyha egy szájba rágják, érted, hogy most akkor tessék, erről szól a dal, hanem szeretem az olyan klipeket, például a Billie Eilish-nak a When the Party's Over, az úristen, tehát ugye van ez, amikor így csorog a fekete könny a szeméből és megissza. Csodálatos. Szóval akkor ez a vonal. Most akkor a Kik inspirálnak című kérdésre is válaszoltál részben. Igen, Fanny, köszönöm szépen, hogy elhoztad hozzánk először a klipelet, és akkor azt meg fogom nézni, azt a posztot. Ha ez számít, akkor nekem tetszett ez a dal nagyon. Mindenképpen. Köszönöm.